Pál József csepeli munkást a sikeres feltalálók között tartják számon. Cikkek, filmhíradók, fotók tömege adott hír találmányáról, a légpárnás köszörűről. Gépe nehéz fizikai munkát küszöböl ki, a kézi hántolást. Jó, ha a néző megjegyzi ezt a fogalmat, sokszor hallja majd a film során. Pál Józsefnek minden oka megvan az elégedettségre. Beutazta Európát, kedvére berendezett lakása van, fia technikumba jár, lánya zongorázni tanul. A falon különféle kitüntetések, fényképek. Találmányának újszerűségéről egyetemi professzorok is elismeréssel nyilatkoznak. Mennyit kapott ezért a találmányért? Találmányi díj 200 ezer forint összeg volt. Ezen kívül kaptam Kossuth díjat. Mielőtt találmányát kidolgozta volna, a légpárnás módszer ismert volt ön előtt? Nem. Ez a módszer nem volt elterjedve, különösen a szerszámgépek vezetékeinél. Ebben van igen nagy jelentősége, hogy a felületi simosságot lehetett nagyon fokozni ennek a légpárnás vezetésnek az alkalmazásával. Minden oka megvan arra, hogy elégedett legyen. Én azonban nem vagyok megelégedve a népgazdasági eredményével. Magyarországon mennyire terjedt el? Magyar viszonylatban a gép nehezebben terjedt, mint külföldön. Mi volt ennek a gépnek itt a sorsa a gyárban? Kérem szépen, tudtuk használni, csak egy idő óta, körülbelül másfél éve leállítottuk a köszörült tusírlapok gyártását, ugyanis a vállalatok nem vették át köszörült felülettel, ragaszkodtak a hántolt felülethez. Hát kérem, így emlékezetből, amire visszaemlékszem, például a ganzmávag nem vette át. Valóban így van, mert ezeket a vizsgálatokat tízekkel Kartás végezte, és azt állapította meg, hogy a tusírlapok nem megfelelőek. Most mi volt a kifogás? A kifogás az volt, hogy mi a tusírlapokat kézi hántolással rendeltük. Igen. Tehát így lett megrendelve, így is igazolták vissza, ők pedig gépi csiszolással küldték be. Így. És ez nem felelt volna meg? Nekik így nem felelt meg. A gépi csiszolás valóban nem felelne meg? Megkerestünk valakit a felhasználók közül a gyár egy másik osztályán, aki egészen mást mondott. Hogy egy tusírlap hántolt-e vagy csiszolt, ez lényegtelen. Lényeg az, hogy azt a bizonyos tűrési számot ne haladja túl, mert ha túl haladja, akkor használhatatlan az ipar részére. Na most mások ott azt mondták, hogy valószínűleg azért nem vették át, mert túl sima. Hát kell, mert egy gyerekség. Hát az a lényeg egy tusilapnak, az a legfontosabb követelmény a tusilappal szemben, hogy egyenes legyen, illetve sima legyen. Nye? Ha nem sima és nem egyenes, akkor nem lehet tusírozásra használni. Az ötödében azt mondták, hogy olyan sima, hogy nem tudják márványozni sem. Hát, ez egy gyerekség. Az, hogy a gazmának nem vesz át géppel köszörült felületeket, ez nem stimmel. Hát nem stimmel, mi átveszünk minden olyan tusírlapot, ami jól van megmunkálva, illetve továbbiakban jól tudjuk használni. A kifogás az volt, hogy mi a tusírlapokat kézi hántolással rendeltük. Igen. Tehát így lett megrendelve, így is igazolták vissza, ők pedig gépi csiszolással küldték be. Így. És ez nem felelt volna meg? Nekik így nem felelt meg. Hát nem stimmel, mi átveszünk minden olyan tusírlapot, ami jól van megmunkálva, illetve továbbiakban jól tudjuk használni. Egyszerűen megmutatták, hogy köszörült, ezt ők nem tudják használni, nem veszik el. Ez két esetben fordult elő. Írás van róla, hogy ők mit válaszoltak. Mivel, hogy ilyen reklamáció volt, sajnos le kellett állnunk, mert a köszörült felületet még egyszer át kellett munkálni, és még egyszer fő kellett hántolni. Hát ha itthon keveset használnak fel, akkor a hazai tapasztalatok alapján nem lehet kialakítani azt a megfelelő konstrukciót, amit majd aztán külföldön is fel lehet használni. Széles körbe nem ismertetik ennek a felhasználási módját. A Technoimpex részére én készítettem leírást, és ezt a Technoimpex lefordította az összes olyan nyelvre, ahova exportálási lehetőség mutatkozott, de magyar nyelven ez nem jelent meg. Annak idején, amikor piacra került első ízben, akkor világszerte újdonságként hatott ez a kis gép. Értem, és azóta sem ismer... Én nem ismerek azóta sem külföldi hasonló rendeltetésű gépet. Magát a légpárnás elvet használják a gépiparban. Most hol gyártják ezt a gépet? Jelenleg nem gyártják még. Mikor? Széria gyártásra vonatkozóan sajnos biztosat mondani nem lehet, miután sem belföldi, sem export vonatkozásban igény eddig nem jelentkezett. Tehát a vállalatnak sem a 964 évi, sem pedig az 1965 évi tervében a gép sorozatgyártása nem szerepel. Kizárólag csak rendelés hiány miatt.